Visszatért Szekszárdra a Filharmónia Magyarország által szervezett utcakoncert sorozat. A zenekar azonban átalakult, és két olyan muzsikus szállt be, akiknek erős kötődésük van a városhoz. Farkas Péter, a Pécsi Egyetem tanára, számos fúvós zenekari vetélkedőben volt már zsűrielnök. A szekszárdi születésű zenepedagógus azt mondja, ha hazahívják, minden körülmények között eljön. Pécset tanítok. Most amióta 10-15 éve Pécset tanítok, azóta a Pécsi Harson Együttes különböző pécsi részfós kvintetekben játszom. Mindig, amikor valaki kisegíteni kell, vagy éppen olyan a helyzet, hogy valaki helyett be kell ugrani. Most, miután Szekszárdra jött az az együttes, én pedig szekszárdi születésű vagyok, hát nem tudnak olyan helyzetet mondani, hogy amikor engem Szekszárdra hívnak, akkor ne jöjjek el. Pece Balást alapvetően jazz muzsikusként ismerik a városban, bár klasszikus zenészként végzett. Számára különleges élmény, hogy együtt játszhat volt növendéktársaival és tanáraival. Naponta 6 koncertet játszunk, 5-öt Szekszárdon és 1-et Bátaszéken. Úgyhogy az első két koncert az mint egy főpróba. Főpróbához tudom hasonlítani, és utána szépen összeállnak a dolgok, és mint hogyha próbáltunk volna órákat, úgy szól a zenekar. Vasárnap a mentősöknek mondtak köszönetet munkájukért szekszárdi művészek egy a mentőállomáson előadott minikoncerttel. Május 10-én ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ez alkalommal lepték meg őket a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. Hihetetlen nagy szakmai tudással és szolidaritással vannak irántunk ezekben a nehéz időszakokban is, így mindenképpen kulturális élménnyel szerettük volna megköszönni ezekben a nehéz időkben is az ő segítségüket, és nagyon örülünk annak, hogy kiváló szekszárdi művészek közreműködésével tehettük meg mindezt. Ez pedig már a Tolnai Dunapart, mely ha zsúfoltságig nem is, de újra élettel telt meg a hétvégén. Ez a helyszín volt az egyik állomása a Városi Meglepetés Szerenát sorozatnak. A térzene program célja, hogy országszerte rövid szabadtéri koncertekkel ismertesse meg a lakossággal a klasszikus zenét. Már ez a jelenlegi karanténhelyzetre való tekintettel kicsit átalakult, és főterek helyett lakóvezetekben, parkokban szórakoztatják a járókelőket. Reméljük, hogy ebben a helyzetben, amikor mindenkinek egy kicsikét nehéz, mindenkinek egy kicsikét szűkösek a falak már otthon, reméljük, hogy tudunk egy kis jó kedvet és örömöt vinni ezek közé a sokszor igen sötétnek tűnő hétköznapi környezetek közé. A közönség mindenhol örömmel fogadta a már rég nem tapasztalt élőzenei élményt.